Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd a és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Norbi valaki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. A mai alkalommal egy olyan filmet fogunk görcső alá venni, ami nem hiányozhat a Parallaxis repertoárjából. Most lesz tíz éve, hogy bemutatták a Gravitáció című filmet. A film egy űrhajós nő, Sandra Bullock túlélési történetét mutatja be, amikor többször is életveszélyes helyzetbe kerül a Hubble űrtávcső szervizelése közben. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Paralaxis 95. része, a mikrofonnál Barkóci Norbert. Köszöntöm a mai beszélgető társaimat, elsőként Pécsi Gézát. Szia Géza! Hello, hello! És itt van velünk Vince Miklós is. Szia Miki! Sziasztok! Mielőtt azonban rátérnénk a mai témánkra, ne felejtjétek el, hogy Lájkoljatok like és iratkozzatok fel a csatornánkra, ha pedig premier előtti tartalmakért vagy a Paralaxis Podcast hosszabb, exkluzív változatát is szeretnétek hallgatni, akkor látogassatok el a patreon.com per Paralaxis oldalra, ahol egy apróbb összegért elő tudtok fizetni, nekünk ez, ez nagy segítséget jelent további szolgálti közlemény, hogy több új műsorunkban is keressünk beszélgető partnereket. Ének lesznek például a Paralaxis Retroverzumnak több új induló adása, és ö, egy horrorfilmes podcastunk is fog. <tos> <tos> Horror! <tos> Egészségedre! Na, így, így megijedtél tőle? Na! Na vagyunk, cukor! Előbb rekegté is egyet, én azon rögtön. <laughs> igen, ott <laughs> már ezt készítettem elő. Ezt Azt, mondtam, egy hogy olyan ez olyan helyen volt, amikor Igen, volt. hogy apró összegérés, <laughs> pont <gül> ilyen <gül> volt. <gül> jaj, bocsánat. Istenem. De egészségedre amúgy. <laughs> Valamint egy horrorfilmes podcastünkben is szintén keresünk új műsorvezető társakat, úgyhogy ha valakinek van affinitása, és szeretne egy, hogy így szokták ezt mondani, egy fiatalos, dinamikus csapat tagja lenni, akkor jelentkezzetek a podcast kukac címen. Fontos, hogy a felvételek interneten keresztül zajlanak, úgyhogy ha valaki ne nem is tudom, a világ másik felén hallgat minket, az sem probléma, ezt meg tudjuk oldani, úgyhogy mindenkit bátorítok, akinek van ilyen irányultságú... Mert a felvételek online történnek. Pontosan. Úgyhogy hát a Géza meg a magam nevében is mondhatom, hogy mi is így csatlakoztunk a csapathoz, úgyhogy, hogyha tényleg, aki esetleg szeretné kipróbálni magát, vagy ne már van is ilyen tapasztalata, az ne habozzon és jelentkezzen a podcastkugac.mtv.hu e-mail címen keresztül. Na jó, srácok, akkor csapjunk bele a mai témánkba, mert uh, itt lesznek témák, én, én, én úgy érzem, ugye a Gravitáció című film. Most lesz ugye tíz éves, ahogy mondtam is a bevezetőben. áfonzó Cuaron rendezésében, hogyha jól ejtem a rendezőnek a nevét. Én, én, én szeretem az ő filmjeit alapjáraton, és hát ugye van nekünk Sandra Bullock, meg George Clooney, egy rendkívül feszült és látványos mozifilm, hát tele kisebb-nagyobb tudományos pontatlanságokkal. De akkor első körben kérdezem, hogy hogy tetszett nektek a film, esetleg láttátok -e ezt moziban no? Én nem láttam moziba, a feleségem látta moziba, és akkor hát Andó megkérdeztem tőle, mert engem is érdekel, csak én nem jutottam el, hogy hogy milyen volt a film, aztán így mondta, hogy hát elaludtam a felén, és sodrodgatnak sodr sodr össze-vissza az űrben, George Clooney van benne, és akkor ennyi volt így a véleménye. Én ugye utólag néztem meg, most, hogy mondtad az elejét, tehát ez a Sandra Bullock szerintem ez az a színésznő, aki egyetlen nem illett ebbe a filmbe. Alapvetően ő nem egy ilyen mérnök alkat, nem, nem tudom. Ő egy, ő egy, ilyen nagyon lányos nő, meg a szerelmes filmekben nagyon jó, de nem, én, én nagyon nem, nem tudom. S a hálózat nem. csapdájában. Jó, oké, csak ah. vagy lehet, hogy, hogy már amikor ez a Gravity volt, akkor már ő nem illett oda, de nem tudom. Nekem annyira nem, nem jött be ő. Abba a szerepben a, hát, ízlések és pofonok. George Clooney pedig ő, ő ezt az iszonyatosan ö, nyugodt embert adja, aki pedig szerintem, hogy, tehát ilyen, ilyennek kell lenni az űrhajósnak. Habár azért egy ilyen helyzet szerintem, azért felemelhetné a púzusát 50-ről 80-ra, mert ez nem mindennapi eset, de összességében egyébként hát, tetszett, de majd megbeszéljük. Vannak azért elég sok bakik szerintem, amik rosszul lették bemutatva a filmben. Én a filmet 2013-ban moziban láttam, akkoriban Németországban laktunk, és Berlinben elmentünk, Berlinben, Berlin közelében laktunk, és be elmentünk feleségemmel, mai feleségemmel, aki akkor még pont nem volt a feleségem, mert egy évvel azelőtt történt, hogy összeházasodtunk, szóval igen, de durva, hogy ez már tíz éve, hogy ezt a filmet bemutatták. Kétségtelen tény, hogy mi egy IMAX-ban néztük meg nagyban, ami tök jó volt. Nár... 3D-ben? Ö... így van most hogy így mondod már a szem, még a szemüvegre is emlékszem mert ugye ez a film igen. ez nagyon is 3D-re készült Abszolút. igen igen Tehát ezt, ezt észre is menni most 2D-ben néztem meg de ugye nagyon sok olyan jelenet van benne amikor így látszik hogy így, így valami jön és akkor így elmegy a fejed mellett és ezért hát ilyenre gondoltam hogy basszus ez biztos jól nézhetett ki 3D-ben tehát ez, ez, ez arra volt optimizálva tehát nagyon sok Abszolút. jelenet így a igen. látványra is rámegy így van Természetesen tudományos szempontból, ahogy már így előre bocsátottad, azért lehet mit rágódni ezen a filmen, de ha már így belementünk a Sandra Bullock űrhajósnak való -e vagy sem, szerintem ezzel nekem speciál nem volt problémám egyébként, tehát nekem nem volt ilyen, ilyen, ilyen problémám ezzel a dologgal. Lehet, hogy azért, mert ismerek én Sandra Bullock karakterű űrhajóst. Az simán lehet. Amin, tehát, hogy léte, tehát, hogy igen, az igazad van, hogy azt az archetipikus ős, ős karaktert, azt a George Clooney sokkal jobban hozza, de azért szép számmal járnak már odafőn mindenféle emberek, és én nem tartottam annyira elképzelhetetlennek, hogy egy ilyen, tehát nem tűnt ilyen szempontból karakteridegennek, természetesen abban teljesen igazad van, hogy hogy ez a, izé, az a, az a macsó 50-es izé, pulzus, miközben éppen leviszi a fejedet egy gyűrszemét darab karakter, az, 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 nem, nem a Sandra Bullock karakter, valóban. De ennek ellenére nekem nem tűnt vészesnek a helyzet ilyen szempontból. Tehát nem volt, ilyen... ezt, ezt, a George Clooney-ra mondtam egyébként. Hát ezt, mondom, szan... hogy a Sandra Bullock nem volt ilyen, de én ne, nem, nem volt ilyen, igen. De ugye ezt hozzá kell tenni, hogy ez az első repülése volt a filmben. Tehát ugye... Főleg. Ja. Mondjuk, mondjuk ahhoz képest persze, de valószínűleg erre is van ugye a felkészítés, hogy ilyen helyzetekre előkészítse az emberkéket, mert ugye nem azt tanulják meg. Hát mert... azért ilyen helyzetekre majd aztán ráfordulunk, szóval itt azért minden, minden történik. Igen. Leginkább arra a gyerekmondókára emlékeztet, az a, izé, a sós kútba tesznek, onnan is kivesznek, mit tudom, ihol jönnek a törökök, mindjárt agyonlőnek. Tehát ez, ez tipikusan itt minden megtörténik ebben. Kicsit sok minden történik. hát <laughs> valamivel ki kell tölteni a műsoridőt. Norbi, neked milyen volt? A... Nekem alapjáran tetszett, tetszett a film, tehát tényleg a, ahhoz na, azon nagyon jól értenek Hollywoodba, hogy a, hogy a feszültséget így végigvigyék, és ezen a filmen, ha kisebb leállások is, leállásokkal is, de, de ezt itt végig úgymond a karfába kellett kapaszkodni, mert, mert egyrészt olyan jól nézett ki. Én, én nem láttam sajnos 3D-be. Alapjáraton én nem vagyok egy nagy rajongója a három mozis 3D ö, filmeknek, de ezt mondjuk megnéztem volna, mert azért amikor amikor az ISS ripityára törik, az ott, az ott ú, nagyon látványos, még még így is, aztán 3D-ben meg biztos ö, nagyon, hát még, még, még jobban ö, oda odatették magukat. Úgyhogy ilyen szempontból ö, tetszett a film. Amikor elsőnek néztem, akkor hát akkor totál nem ö, paralaxis szemüvegen keresztül néztem, úgyhogy igazából Alig, alig nem is fedeztem fel igazából hibákat. Amikor már a podcastra felkészültem, na akkor onnantól kezdve, mert talált az ember, meg utána olvasgattam egy-két dolgnak, Úgyhogy azért van, van sok minden, van sok minden rovásán. Szandra Bulókra visszatérve, igazad van Géz a szempontból, hogy igen, talán az inkább ilyen kis könnyedebb limonádé romantikus komédiákhoz adta a nevét, bár azért voltak azért komolyabb filmjei, ilyen szempontból, de George Clooney, hát, hát ez, hát, az, az ember, hát ez, micsoda, tehát hogy konkrétan ez minden ripityára szakadt körülötte, és őt, így, hát, mint hogyha lemenne a boltba, tehát hogy ő meg, ő meg már tehát túlságosan la laza, hogy amikor azt, azt, Na de akkor már beszéljünk arról konkrétan, hogy ugye a Sandra Bullock karaktere, ő ugye pont, amit mondták Géza, hogy ő, ő nem is mérnök, hanem orvos a sztori szerint. Egészségügyi mérnök, vagy orvos. És innentől Igen. kezdve már, tehát miért, miért ő javítja a hubble -t? nem biztos, hogy egy, egy orvost küldenék fel, mert mondjuk felmennek az orvosok, és akkor Jó, ott Jó, ő egy medical engineer, azért azt egy Medical hozzá. engineer? Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy természetesen nagyon orvosi képzettség, o -o -o -o, tehát orvostudományi egyetemen szerzi a képzettségét, de, de azért ott azért tehát azért magas szintű technikai tudás. Na, na, várjál, várjál, várjá, de ez, ez biztos, hogy orvosi egyetemen, mert én nem tudom, hogy például a műegyetem is van orvosmérnök képzés, de ez villamos mérnök szakirány. És az orvosmérnök az. Jó, az... hát figyelj, egyáltalán nem biztos akkor viszont. Igen, csak én próbáltam itt egyensúlyozni a között az állítás között, hogy egy orvos. Igen. És hogy egy, egy hogy, mérnök. Hogy az, ők nagyon sok, nagyon sok ilyet tanulnak, de hogy ők azokkal a műszerekkel foglalkoznak, ami, ami, amivel az embert egyrészt beavatkozás végeznek az emberen, másrészt meg diagnosztiká azt kell észrevenni, hogy természetesen a jelenleg is, most megnézzük, hogy kik javították a hubble például. Most én is találkoztam olyan űrhajóssal, aki javította a Hubble-t annak idején, a Jeffrey hoffman aki konkrétan egy astrofizika PhD, de hát most az, hogy most te például astrofizikából vagy orvostudományból, hogy miből szerezted a doktorit, az konkrétan, ezek itt szerelő munkálatok, tehát valószínűleg a NASA itt már ezen a ponton, amikor arról van szó, hogy meg kell szerelni egy űrtávcsövet, ha csak, ha csak nem valami nagyon spéci kütyűnek a megszereléséről van szó, amihez konkrétan az adott ember nagyon ért, mert mondjuk ő tervezte, akkor, akkor igazából az már jelen állás szerint igazából mindegy. Tehát, hogy, hogy, hogy az, hogy hogy oké, okay, hogy a NASA űrhajós csoportjában persze elvárás, hogy legyen az embernek egyetemi végzettsége, minél jobb magasabb, annál jobb, de amúgy egyébként csima BSC-vel is lehet az ember űrhajós, tehát arra is van példa, hogy egy bachelor képzés után elmegy az ember űrhajósnak. Nyilván ezek a mission specialist jelleg űrhajósok a special programban, azok mind magasabb szintű tudományos képzettséggel jöttek rendszerint, de az valójában már tényleg minden, mindegy. Tehát az, hogy éppen egy olyan űrsétatás feladatra jelöltek ki, hogy a hubble -t kell megszerelni, az simán belefért volna, hogy egy orvos az illető, és szerintem volt, tehát a, értem, hogy egy távcső, érted, de az, hogy a Jeffrey Hoffman, űrhajós, aki, aki mondom hubble szerelt, és, 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 volt szerencsém vele találkozni, az, hogy ő konkrétan asztrofizikus, mert az, a, a lényegében az, az hogy, hogy egy ilyen műszerészi szerelő feladat, vagy inkább karbantartói feladat, amit el kellett végezni, tehát igazából szerintem ez egy másodlagos kérdés. Egyébként, egyébként, most eszembe jutott ez a kérdés, hogy a nehezen is tuti van ilyen, hogy felmérik azért, hogy ki jobb ilyen DIY dolgokban, és ki meg tudományba, vagy ez, ez alapvetően elvárás az, az a az a Snowtech között, hogy jó legyen szerelgetésben, meg ebbe, abba? Persze, nyilván itt van valami kreativitásra vonatkozó felmérés, meg problémákat kell megoldani itt-ott a felkészítés során. Az már egy nagyon érdekes kérdés, hogy kit jelölnek ki űrsétára. Ott az már egy inkább egy fizikális dolog, mert azért ezek ilyen 5-6 órás űrséták vannak, ezek brutálisan megterhelő dolgok. Tehát oké, okay, hogy nyilván mindenkinek hát kell esni az alapvető egészségügyi alkalmassági dolgokon az űrhajós osztagba bekerüléshez, de az még azon kívül is külön rengeteg gyúrást, meg konkrétan, tehát konkrétan konditermi edzések sokaságát igényli az, hogy valaki aztán űrsétáló űrhajós legyen, mert oké, okay, hogy súlytalanság van, de azért mégis ez egy rettenetesen megterhelő dolog. Persze inkább erre mennek rá, amikor kiválasztják. Természetesen rögtönözni mindig tudni kell, de konkrétan az űrséták során az rögtönzésnek általában kicsi a szerepe hogyha van, akkor azt a földdel együttműködve kell meghozni. Tehát ott nem, az nem nagyon az a helyzet, ahol lehet imprózni, ott inkább az a helyzet, ahol mindent nagyon lépésről lépésre 5 milliószor begyakorolva kell csinálni, és nagyon egyszerű bézik feladatok hosszú sora. Tehát ez a csavard le a csavart, nyisd ki, tehát hogy ilyen, ilyen jellegű dolgok. Tehát azt sem mondani, hogy bármiféle kreativitás kell hozzá, hogyha minden a tervek szerint halad. <laughs> És általában hányan szoktak űrsétálni? Mert nekem valahogy a filmben, ott a Hubble-ön az kicsit sok sok ember van. Hát nem tudom, ugye én úgy láttam, hogy a filmben ketten űrsétálnak, és ketten szoktak. Tehát, hogy hárman... Hát meg a George Clooney az, az ott bekezik körülöttük, de szerintem az csak a 3D miatt van. Jó, hát valójában a Hubble űrtápcső szerelésekor eddig szerintem mindig ketten voltak kint. De volt olyan eset az, az űr Space Shuttle programnak a gyönyörű történetében, amikor három űrhajós kellett, és az volt az egy, első, és talán egyetlen három személyes űrséta a Shuttle program történetében. Amikor, és azt, nem, azt például útközben találták ki. Tehát az is két személyes lett volna, egy, egy nagy távközlési műholdat kellett volna befogni, de egészen egyszerűen nem sikerült az erre kitalált célszer számmal behozni, befogni a műholdat, mert mindig elslisszolt. Ugye az volt a feladat, hogy befogjanak egy műholdat, ami rossz pályára került, és aztán egy másik pályára állítsák az Endeavour-ről repülőgép első útján, és akkor a földiekkel együttműködő az űrhajósok kitaláltak, hogy kimennek hárman, három irányból körbeállják a raktérben a műholdat, szépen oda manőverezik a cuccot, és egyszerre megfogják. De azt hiszem, ez volt az egyetlen eset, amikor három ember volt kint a valóságban. Igen. És hogyha már űsétek, akkor igen, ezt említetted Géza a jetpacket, ugye, hogy Clooney azzal ott jön, megy össze-vissza, de tényleg valamilyen őrült sebességgel. A harmadik karakter, amit ugye nem nagyon látom, meg szegény, Igen. meg is, ha mar, ő meg konkrétan ellögdösi el magát a teleszkóp, az űrteleszkóptól, Igen. és hogy akkor megfogja ne, a nevet, az hogy, szem... hát ez, ez ja, konkrétan ja, ja. ez egy ilyen atya úristen. tehát hogy még azt, hogy beszélgetnek, meg sztorikat mesélnek közbe. Hát jó, az, az is elég meg Meg próbálna életébe Igen. először <laughs> az űrben. Igen, ezt ilyen, ezt ilyen magyar módszer, csinálják, hát... hogy egy valaki szerel, a másik kettő meg így. Szocialista <laughs> Tudjátok, megosztás. Van az a mém, amikor hát így a egy ember lapátot. <laughs> Jó, hát lehetne mondani, hogy váltó műszakban éppen, mert tényleg baromi izé, megterhelő a gyűrséta, de az, hogy valaki ott jó kedvében ott az MMU-val, tehát ezzel a MAND Maneuvering Unit rakétafotel, vagy jetpacknek hívjátok, de igazából ez ilyen rakétafotel, szóval, hogy azzal ott menjen körbe-körbe, az természetesen teljesen életszerűtlen, tehát ilyen nincs. Tehát egészen egyszerűen egy űrséta az nem így néz ki, tehát nincs ilyen szabad idő meg, hogy hülyülünk, meg hogy össze-vissza, önmagam szórakoztatására repkedek körbe-körbe, használva el a drága üzemanyagot a rakétafotelből, vagy a rakéta... Hát de ezt át... amúgy mire használják? Hát arra, hogy közlekedjenek vele. Hát igen, Tudj. de hogy az ősét az űs akkor szokták használni? Persze. Hát ugye És ez igaz, nem, hogy akkor hogy... nincsenek kikötve? Így van. Tehát ez a, ez a manned man Maneuvering Unit, ez pontosan arra való, hogy ha például úgy kell megközelíteni egy műholdat, hogy máshogy nem lehetséges, vagy a távolabbi pontjára elmenni mondjuk az űrállomásnak, akkor ezt kell használni. De most valójában jelenleg ezt nem szokták használni, de a 80-as években próbálták ki először. Bruce McCandless és, és Bob Stewart, Bob nem az énekes, Bob L. Stuart nevű űrhajósok voltak az elsők, akik tesztelték, aztán igen. Később aztán nem lett akkora divatja, tehát végül is aztán nem használták annyiszor, de mindig ott volt egy ilyen. Például mentő, mentő feladatokhoz is például jól jöhet egy ilyen, mm. mint ahogy itt a filmnél is tulajdonképpen van erről szó, hogy például, ha képzeld el, hogy valamelyik űrhajós minden kikötés meg ilyen probléma és ellenére elsodródik, mondjuk. Uh -huh. Annyira, hogy még a robotkarral se tudnak utána nyúlni, akkor például az nem egy rossz dolog, hogyha van egy ilyen cucc, amivel utána lehet manőverezni. Gyakorlatilag egy mini űrhajó, ha akarod. És ennek a használatok közben ugye azért ott a kiáronló gázcsóvák, azért nem tudom, hogy mennyi lehet veszélyes az űrben, mert ugye, ha van légkör, akkor az ott utána viszonylag hamar le tudnak lassulni a részecskék, de ugye látjuk, hogy a film jelentős részében maga után vonszolja a szegény Sandra Bullokat, és ott az űrbe a, a kiáramló gázcsó az, az még nem lehetne veszélyes. Szóval, hogyha én állok valami mögött, akkor, vagy pont hogy előtte állok, a tárgy meg mögöttem van, és bekapcsolom ezt az eszközt, azzal nem lehet -e valami sérülést okozni, vagy, vagy pont a kötelet, amivel húznám, azt megroncsolja. Jogos. Hát a, a rakéta fúvókák közelében tartózkodni nem érdemes, természetesen. Ugye itt általában az történne, hogy a kiáramló üzemanyag az kb. azonnal meg, megfagy. Hát attól függ persze, hogy melyik oldalán vagy az űrhajónak, mert ha épp ott a nap, akkor persze más lehet a helyzet. De egy csomószor meg lehet figyelni azt, hogy, hogy rigék Tehát a ki, kiáramló rakéta fúvókából üzemanyag darabok. Egyébként, hogyha néztek start közvetítést például, ott is lehet látni mindig a szétrepülő üzemanyag kristálykákat, tehát ez kis cseppecskék, azok, ha eltalálják az embert, az, az elég rossz, különösen, hogy vannak mérgező hajtóanyagok, oké, hogy űrruhában vagy, de azt egyszer leveszed, tehát hogyha az űrruhádon van egy olyan cucc, akkor baj van. Láttunk már ilyet, emlékeztek a, a, az Európa rejtélyben, ugye, ott volt azzal kapcsolatos para, hogy, a, hogy, a, hogy a valami hidrazint, szóval valami, igen. valamilyen brutálabb üzemanyag, az például másiknak a ruhájára landolt, ahol nem kellett. Mondani. Igen, az biztos, hogy Igen, szóval, szóval, mindenképpen úgy tanítják őket, hogy úgy mozogjanak, hogy semmiképp se legyen senki a, a hajtóművecskék oldal, útjában, és jól látjátok, hogy erre magasról tesznek a filmben szereplő űrhajósok. <laughs> igen. De, de ugye a konfliktus ö, alapját az azt jelenti a filmben, hogy az oroszok kilőnek egy, egy saját, ö, nem tudjuk mondjuk milyen. a tippő lett egy kémhű, meg, meghibásodott kémműhold lehetett, tehát lelőtték a saját ö, műholdjukat, erre, hogyha jól tudom erre, azért erre már volt igazából is példa, szóval ez eddig teljesen ok is, de utána, utána hát végül is egy ilyen láncreakció elindul, hogy az elkap egy másikat, és akkor onnantól kezdve beindul a, a, az egész zűrzavar. Milyennek a neve ez a C milyen effekt? Kessler. Kessler, igen. Arra gondolsz, ugye? Arra, az egy ilyen lavina effektus. Az az. Igen, igen. És akkor ugye onnantól kezdve az űrtörmelék, hát az durván 90 percenként meg, meg is kerüli a fölt, és akkor vissza visszatérő veszély. Na most milyen helyzet? Mert sokszor hallunk ugye az űrszemétnek a kérdésével, és ezt, ezt akartam igazából megkérdezni, hogy a való életben is mekkora, jelent, mekkora veszélyt jelent egy, egy ilyen a során az űrhajósoknak, mert ugye nyilván egy bizonyos méretig ugye ezeket ezek követő vannak a NASA által, hogy most melyik kis Darab hol van, de ugye itt nagyon-nagyon itt, itt pici dolgokról is uh -huh. euh, nagyon nagy problémát tud okozni, nyilván a relatív sebesség miatt. És, euh, já, igen, tehát végül az űrtelmeréknek a veszélye, hogy nyilván gondolom, ilyesmi nem fordulhat elő, de kisebb méretben bármikor. Igen, hát az igaz, hogy a NORAD, vagyis az Észak-Amerikai ilyen radaros uh, Aerospace Defense Command, tehát ez az, az a le levegő és űrügyi ellenőrző parancsnokság, Tényleg folyamatosan akár, akár ilyen néhány centiméteres darabokat tudnak az, mondjuk az ISS vagy éppen a Hubble keringési magasságában követni, és, és, és ezt meg is teszik. Ugyanakkor való igaz, hogy egy ennél sokkal kisebb darab is okozhat halálos lyukat egy ruhán hiszen tényleg előfordulhat, hogyha, hogy itt akár több kilométer per másodperces relatív sebességgel csapódik neked egy még oly pici darab, hát az a óriási uh, impulzust, vagyis lendületet tud hordozni, és ilyen módon mondjuk át tudjuk aztani egy sisakot, tehát ez a kockázati faktor, ez mindig benne van. Mondom, hogy a néhány centiméternél, tehát mondjuk a teniszlabdán méretű darabokat azt már elé eléggé gond nélkül tudják követni több száz kilométerig fölfelé. Sőt, úgy tudom, hogy egy kosárlabda méretű darabot még a geostacionárus pályán is tudnak követni. Tehát akár 36 ezer kilométerig fölfelé tudnak ilyen néhány deciméteres dolgokat detektálni. De, de hát, ahogy mondod, jogos, hogy, hogy rejtve marad egy részük. Úgyhogy ez egy folyamatos parafaktor, természetesen. Nem véletlen, hogy amikor a van, akkor az ISS orientációját igyekeznek úgy megváltoztatni, hogy maguk. A halad, ugye nyilván a, ott is annak van a legnagyobb esélye, bár ez korán sem triviális, mert ugye bármilyen irányból jöhet egy űrszemét, mert furcsa szögek is léteznek, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül szembe jön, hanem lehet, hogy oldalról jön. De nyilván a frontális ütközés esetében van nyilván a lehető legnagyobb sebességkülönbség, ezért az űrsétáknál igyekeznek úgy befordítani az iss nek az összes napelem tábláját, hogy amennyire csak lehet, az az egész szerkezet, az a haladási irányhoz képest blokkolja, hogy úgymond a szembejövő űrszemét menet cél, az a legkisebb mértékben találkozzon az űrhajósokkal. De mondom, természetesen, mivel minden irányból jöhet egy űrszemét darab, itt csak a valószínűségekkel lehet számolni, simán érheti az embert váratlan irányból is egy meglepetés. De, ahogy ezt egyébként a űrhajósokon nem is, de hogyha megnézitek az ISS-nek a napelem tábláit, akkor azért azok tele vannak kisebb űrszemétek ütközések által kiváltott kisebb-nagyobb lyukakkal. Úgyhogy még a Mirőrállomás is konkrétan készült egy ilyen felvétel, amikor konkrétan lefényképezték, tehát éppen ment a kamera, amikor egy ilyen űrszemét darab pff, keresztül repült az egyik napelem táblán nélkül, és keletkezett rajta egy ekkora lyuk. Szóval ilyenek vannak? Valóban. Aztán az egy másik dolog, hogy igen, az oroszok vannak a filmben, de a kínaiak is csináltak ilyet, meg hát mérget vettünk rá, hogy az amerikaiak is, tehát az, hogy, hogy, egy saját, már nem üzemelő műholdjukon teszteljék a földről műhold megsemmisítési célral működő rendszerint lézeres, vagy éppen lövedékes megsemmisítő rendszereiket, ugye ezek mind léteznek most már, és, és persze ugye ennek eredményeként jön létre ez az űrszemét lavinaként is nevezhető valami, ez a Kessler effektus, vagy micsoda, ami tényleg azt jelenti, hogy oké, okay, hogy egy műhold szétesik sok kis darabra, sok kis űrszemét darab további műholdakat talál el, azok is szétrobbannak, azok is, azok is, és tényleg egy ilyen lavina keletkezik, ami nem teljesen tudománytalan, tehát ilyesmik előállhatnak, és azóta meg még inkább, mert már tele vagyunk aztán még annál is több műholdakkal, gondoljunk csak a Starlink flottára, vagy bármi. Ilyesmikre. Most már egyre több ilyen projekt van, ami sok, sok, sok tízezernyi műholdat akar használni. Tehát miért akarják mindenképpen szétrobbantani? Miért nem az a cél, hogy hozzák egy olyan pályára, aminél már leesik? Ezt tesztelni akarják a, a műhold elleni fegyvereiket. Tehát azt a műholdat, nem az volt a cél, hogy a műhold, tehát az egy olyan műhold volt, amit már nem használtak. Ugye a filmben is ez a sztori, meg amikor a kínaiak csinálták, az már, egy, az már egy, az leesett volna magától. De most konkrétan az volt a feladat, hogy kipróbálni. Nyilván nem az ellenséges műholdon fogják tesztelni. <laughs> jó, hát ezt értem, csak hogy, hogy lehet-e úgy likvidálni egy műholdat, hogy nem ah, robbantott szét? Tehát hát még kell szétrobbantani? Hát ugye nyilván a más valakinek a műholdja. Tehát ugye azt úgy lehetne egyébként likvidálni, hogy valamilyen módon lelassított, hogy lepotja Igen. Tehát erre ez egy nagyon jó kérdés, tök menő lenne, és szerintem, hogyha kitalálnál erre egy jó módszert, az, az nagyon érdekelné például az amerikai légierőt, vagy az űr haderőt. Ja, space force Space force abszolút, abszolút. Ugye nyilván két dolog van, hát valami, vagy valami rakétahajtóművel kéne tudnod lelassítani, vagy növelni a felületét, mondjuk rá, oda mész és ráakasztasz egy felfújható vitorlát, amivel csökken, növeled a felületét, és akkor a légköri fékeződés erőteljesebben hat rá és lepottyan. Mint azt az emberek a saját műholdjaikkal próbálgatják is. Tényleg, hogy nem maradjon fönt annyi űrszemét, vannak ilyen tervek, hogy, hogy majd izép egy nagy izé kinyitható táblát, és akkor ezzel lényegében lényegesen le tudod csökkenteni az űrszemeted élettartamát, ha már nem kell, mert lepottyan. De hogy máséra rárakni egy ilyet, az azért nehéz. Szandra oda küldjük aztán fölrak egyet. És inkább George Clooneyt, mert neki van ez a MMI, vagy M... MMU. De még inkább, még inkább Bruce Willis-t, mint, mint univerzális Willis. megmentő. Viszont ember. nekem, én, én azt nem értem, hogy amikor ugye elsodródik a Szandra, akkor folyamatosan kérdezi tőle a George Clooney, hogy mi a pozíciód? Mit látsz? Add Mi meg a pozíciót. A pozíciót. Tehát, komolyan, forog a csajszí, szerintem reggel ilyen már a nyak, nyakánál van, és akkor add meg a pozíciót, tehát hogy ez ez, ez hogy működik? Hogy ez tényleg így működik, hogy mit látsz? Nem, nem, az egyike volt azoknak a dolgoknak, amiket nem lehet érteni a filmben. Mert ugye, de, de ugye sok minden furcsaság van itt a fizika nézőpontjából. Az egyik az, hogy természetesen a pozícióját ő nem nagyon tudja megadni, meg eleve mihez képest adná meg. Egyébként egészen konkrétan az alacsony földkörüli pályán, ahol ezek a dolgok történnek, ott még működik a GPS. Hiszen ne felejtsük el, hogy a GPS műholdak azok sokkal magasabban, 20 valahány ezer kilométeres pálya magasságokban vannak. Ez azt jelenti, hogy, hogy az néhány száz kilométer magasságban az alacsony földkörüli pályán dolgozó űrhajósok, használhatnak GPS-t. És egyébként a navigációhoz használhatnak is. Most azt nem tudom egyébként, hogy az űrsét a ruhán van-e GPS, simán lehet, hogy nincs, mert hogy miért lenne amúgy. De egyébként érdekes, hogy ez alapján amúgy tényleg lehetne pozíciót megadni. Igen, de ezt valahogy azért tudni kéne, tehát, hogy most, hogyha itt a Clooney volt a. a hát valahogy egy úgy tűn nekem, hogy ő vezette azt a űrsétát, akkor azért csak tudnia kéne, hogy a többiek hol vannak, vagy merre mentek, vagy ilyen esetben? Hm. Tehát most szegény, szegény csajt kérdezni arról, hogy hol vagy, az szerintem kicsit pontcsefés. Persze, Hát igen, igen, igen. Az dráma, Aztán mégis dráma mégis megtalálja. Tőle. Tehát ez nem tudjuk, hogy hogy találja meg, de megtalálja. És a csaj nem mondja meg, hogy hol van. Hát ugye a csajszinnak nincs nagyon mozgási lehetősége, tehát ő egyszerűen sodródik. Tehát elméletileg az ő pályája az ilyen értelemben kiszámítható kellene, hogy legyen. Ráadásul Azért a valóságban uh, itt azért vannak olyan egyszerű szabályok, amikre lehet hagyatkozni. Például, hogyha lejjebb vagy, akkor gyorsabban mész, tehát akkor megelőzöd a mögötted levő dolgot, mert a földkörüli pályán levő keringés az igazából olyan, hogy az alacsonyabb pályamagasságokhoz gyorsabb keringési sebesség tartozik. Tehát, hogyha az űrhajós uh, mondjuk. Például űrsétán van, és mondjuk bekerül úgymond alá, és a Földhöz közelebb, az űreszközhöz képest, akkor ő, neki ott ö, lényeg, az, azt is jelenti egy egyúttal, hogy egy olyan pályára kerül, ahol, ahol, ahol gyorsabban megkerüli a Földet. Tehát olyankor elkezd előre menni, úgymond megelőzni mondjuk a, az űrállomást. Ha viszont le akar valaki maradni, akkor meg pont emel kell, emelnie kell a pálya magasságán, és akkor meg lemarad az űrállomáshoz képest. És egyébként ez baromi nehéz, mert ez tökre ellentmond a hétköznapi uh, intuíciónak, főleg amikor az emberek pilóták, és mondjuk, mint az űrhajósok közül sokan, évtizedeket eltöltenek azzal, hogy hogyan kell manőverezni repülőeszközökkel, csak hát a légkörben ilyen nincs. Tehát a légkörben nem úgy akarsz utolérni egy másik repülőgépet, hogy, hogy le, alámész, mert ott gyorsabb vagy, ott nincs ilyen, ott egyszerűen csak rálépsz a gázra és még mész utána. De van néhány ilyen egyszerű szabály, ami alapján a George Clooney végül is kitalálhatta, hogy milyen irányba meg merre felé sodrodhatott el a Sandra Bullok, legalább nagyságrendileg. Hát igen, csak ugye, mivel kifele, bocsánat még Norbert, hogyha kifele sodródott el, és ebből indulunk ki, akkor ő valószínűleg lelassult. Uh -huh. És igen, akkor... A magasabb pályára került. Hát vagy oldalra sodrodott, ez nekem nem egyértelmű a film alapján, hogy változott-e a pálya magassága a ja, hogy, hogy, oldalra mente. De szerintem ez, ez, egy, ez, egyébként hülyén van bemutatva a filmben, hogy... Rettentően hülyén van Hogy, a hogy, a tényleg film. gyorsabban megy az, az alacsonyabb földküli pálya, mint a messzebbi. Jó, ez egy icipici effektus amúgy, tehát ez nem, nem azt mondom, hogy ez ilyen ordító hatalmas effektus, tehát hogy egy ilyen filmben nem kellett volna észrevennünk, ez csak segít a manőverezésben. Például egy ilyen rakéta fotelszerűséggel. De még, még egy kérdés, ami most eszembe jutott, hogy nem tudom, hogy mikor, mikor játszódik ez a film, de itt egy space shuttle van. Nagyon jó kérdés. És ugye az, az, az már azért szerintem, amikor ez... Jáncódik, akkor már nem mi? volt. Hát akkor annyira, volt. de a Space Shuttle-t mindenki szereti, tudod? Tehát, hogy, hogy az volt, hogy a Space Shuttle az egy olyan ikonikus amerikai repülőeszköz, hogy szóval nem lehetett kihagyni. Nem véletlen, hogy amikor tavaly kibeszéltük a, azt, amiben üreges a Hold. Igen, ott is Space shuttle mentek. Ott ja. is Space Shuttle-ökkel mentek, pedig ott aztán már főleg Hát itt még az volt, ugye 2013-as a film, 2011-ig repültek a Space Shuttle-ök. Amúgy Explorer nevű Space Shuttle az volt is, meg nem is. Olyan, mert ugye itt Explorernek hívják az űrrepülőgépet, most a, ténylegesen az űrben járt Space Shuttle orbiterek közül nem volt Explorer nevű, de egy, egy ilyen bemutató mock-up, ami sokáig a Kennedy űrközpontban volt kiállítva, azt Explorernek hívták, amúgy tök jó név egy űrsiklónak. Utána egyébként átnevezték, úgyhogy most már egyáltalán nem úgy hívják, és átvitték ráadásul Houstonba. Most már Independence névre hallgat ugyanaz a cucc, Szóval Explorer nevű űrsikló nem volt. Egyébként azért is nagyon érdekes, hogy mikor játszódik a film, mert például a kínai modul űrállomás az benne van, ami meg itt tavaly előtt vált valósággá. Sőt, igazából id idén lett annyira kiépítve, mint ahogy a filmben kinéz. Tehát igen, de nekem valahogy így úgy tűnt, mintha jövőbe játszódna. És mégis vannak ilyen ellentmondások benne. Igen, de nekem meg inkább úgy tűnt az egész, hogy az inkább valamiféle, persze tudom, ez egy olcsó, olcsó felmentés a filmrendező számára, de hogy valahogy ez egy ilyen fantázia, egy ilyen, sőt, egy allegória az egész. Tehát, hogy igazából valójában ezt az egészet álmodhatná is valaki össze-vissza erre majd lesz egy teóriám egyébként. Igen, na, ez jó lesz. De hogy, de hogy tehát 2013-ban azért már tudták, hogy a James Webb űrtávcső az készül, vagy hát... Hát az készült már jó régóta, persze. És mégis a Hubble-t szervizelik. Hát ezt azt, lehet. Tehát ugye a Hubble az még mindig köszönni szépen, és megvan. Ugye a Hubble szempontjából az egy nagy fegyvertény, hogy azt meg lehetett látogatni többször is, és megszerelni. Sőt, ugye alapvetően ez mentette meg lényegében az egész küldetést, mert úgy kezdődött a sztori, hogy 90-ben, ami ugyancsak a Space Shuttle-el vitték föl, csak hogy éppen el volt rontva a tükre, ha emlékeztek erre a hogy. Igen, igen, igen. Hibás azt... tükörrel ment föl a Hubble, és aztán igazából a 93-as első szervízküldetés volt az, ahol a, a amelyen résztvevő Jeffrey Hoffmanről beszéltem, hogy találkoztam vele, ők voltak azok, akik konkrétan olyan értelemben megmentették a hubble hogy beszereltek egy-két olyan uh, ilyen extra kis uh, optikai elemet, amivel helyre lehetett, ki lehetett kompenzálni ezt a leképezési hibát, és onnantól kezdve egy full full tökéletes űrtávcső. Szóval a hubble az direkt szervizelhetőre tervezték, és ennek megfelelően 580 km körüli pályamagasságon Én azt hiszem 500-600 km, szóval még éppen elérhető a Space Shuttle-el. Ehhez képest ugye a James Webb, az kifejezetten nem a földkörüli pályán van, hanem a másfél millió kilométerre a földtől, tehát ezt televe nem is tervezték szervizelhetőre. Ezt megkérdeztem Detre őrstől, aki ugye részt vett a James Webb tervezésében, hogy, hogy hát oké, okay, hogy nem földkörüli pályán van, de mégis hát a NASA is tervez Orion űrhajót, meg a SpaceX is tervezett csomó minden, Starship-et, meg mit tudom, micsoda. Tehát, hogy föl, nem merült-e föl a tervezés során, hogy, hogy hogy legalább szervizelhető legyen a James Webb, mert hát a jövőben esetleg azt is meg lehet majd látogatni, és mondta, hogy nem. Mert az olyan plusz-extra költség vonzatokat vitt volna be. Egész egyszerűen nem. Tehát a, a James Webb az nem nem szervizelhető. A Hubble lehez képest fantasztikusan szervizelhető volt, tehát az egész direkt úgy volt kiképezve, ahogy ez a filmben is valamennyire látszik, hogy van két marha nagy kinyitható ajtó tulajdonképpen az alján, és ilyen, ilyen egyszerű, viszonylag egyszerű mozdulatokkal lehet benne például ezeket a tudományos műszereket, amik ilyen nagy fekete téglatest alakú marha nagy lábdák, ládák kibehúzogatni és cserélgetni. Na, de egy csomó hallottunk már itt a különböző üreszközök, meg űrállomásoknak a a magasságukról, illetve, hogy egymáshoz képest ugye hol keringenek ezek az eszközök, és hát a filmben nagyjából ez úgy jött le, hogy így kis, túl, kis túlzásról így átugrálnak a Haber-ről, az ISS-ről, az ISS a kínai irányos, és így tök jó, ez mindenki ott van egy csapatban, hát most 900 méterre, vagy egy kicsit több, hát na bum, de hát igazából gyakorlatilag már látod is, hogyha integetnek az ablakból. Na most hát ennek, ennek ellenére a valóság az picit máshogy van. Tehát egyrészt, hogy más, ha jól tudom, más magasságú pályán, meg más szögben is keringenek Így van. Nem, jól nem, nem, tudod nem perce, véletlenül. Így van. Például, hogy mondjuk, ha véletlenül van ilyen gond, akkor nem minden vigyen a levesbe. Igen. Meg ugye egyéb, eleve a különböző országokból más pályahajlás szögű pályák ideálisak egyébként, mert ugye a pály... például az ISS is miért olyan szögű pályán, ahogy kering? Hát végső soron, ha megnézitek az összes orosz űrállomás, és az ISS is részben orosz, ugye, olyan pályaszögű a pályahajlású pályán kering, az pedig egyszerűen abból fakad, hogy nekik van Kazasztánban az irányítóközpontjuk, és hogyha onnan meghúzod azt a vonalat, ami a lehet, ugye az a szárazföld közepén van. Tehát nem úgy, mint amerikaiaknál, a Kennedy űrközpont ott van a, a, keleti parton, és onnan a le, lepotyogó rakétafokozatok beesnek az Atlanti óceánba, hogyha nyugat felé indít, az gyakorlatilag majdnem mindegy, hogy milyen szögben. És ehhez képest az oroszoknál az van, ha megnézed a térképet, hogy hol van az a sáv, ahol a legkevesebb ember lakik. Ott ugye itt Kazasztán, Kazasztánon, meg Szibérián keresztül ott, ott van egy ilyen sáv. Na lényegében ez határozza meg azt, hogy, hogy mi legyen az az indítási folyosó. Tehát ilyen, ilyen teljesen föl, földhöz ragad, hát lényegében földrajzi, meg, meg társadalmi dolgok határozzák meg, hogy melyik. Például az izraeliek azért küldenek amúgy energetikailag teljesen, teljesen rossz irányú pályákra a műholdakat. Ugye a műholdat azért érdemes keletről nyugat felé, vagy most nyugatról kelet felé indítani, mert akkor úgymond hozzáadódik a földforgási szögsebessége a műholdhoz, a műhold, és akkor emiatt aztán egyszerűbb műholdat indítani, vagyis ugyanakkor a tolóerejű rakétával több terhet tudsz felvinni. És tehát képest az izraeliek összes saját indítású műholdja, az fordítva kering. Miért? Hát nem, nem nehéz kitalálni, mert olyan az ország, hogy, olyan a hogy ott van tengerpart, és nyilván nem a Jordánia meg Szíria fölött akarják átküldeni küldeni a rakétákat, hanem inkább a, a Földközi tenger felett, ahol nem lakik senki, és főleg nem ilyen kvázi ellenséges országok. Szóval úgyhogy. Úgyhogy ezek igen tény, hogy e, e, ezernyi oka van ennek, de lényeg az, hogy, hogy a filmben szereplő összes üreszköz, ahogy mondod, más magasságú és más hajlásszögű pályán kering. Tehát ilyen egyikről a másikra sodródós bulit még véletlenül se lehetne csinálni, mint amiről a film szól. Kicsit úgy úgy mutatja be a film, mint hogyha ez csak olyan lenne, hogy leugrasz a boltba. Átszállsz egy másik autóba. Aztán átszállsz a hívre. Amúgy mentés szempontjából nem volna rossz, tehát abban igazatok van, hogyha jön a Kessler lavina, akkor esélyes, hogy akkor az lényegében ugyanazon a pályán keringenek ezek az űreszközök, hát mondjuk ki. Tehát konkrétan ugyanazon a pályán keringenek a filmben. A Hubble, a Hubble-t meglátogató Space Shuttle, nyilván az ISS, meg a kínai mondjuk Tiangong űrállomás. Te ez, ennek az lenne például egyébként pont az előnye a sok a hátrány mellett, hogy tényleg, hogy valami óriási baj van, akkor viszonylag egyszerűen és minimális hajtóanyaggal lehetne egy-egy mentést megszervezni az egyikről a másikra. De hát ez senkinek nem az érdeke. Na, és akkor uh, van az ominózus jelenet, hogy megérkeznek még ketten, ugye Gorsulin Szandra bulok mind a ketten az ISS-hez, és akkor ott már kifogy az üzemanyag. A, már ezt tárgyaltuk, hogy azt nyilván előtt is ki akar fogyni. Meg ugyanez, ugyanez is... volt az oxigénnel is, tehát már egy százalék, ez olyan, mint a telefonoknak is az aksia, tudjátok, hogy egy százalék, és még mindig egy százalék, még uh -huh. fél nap múlva is egy kicsit ez történik az oxigénnel is. <sínt> 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 és á, még még azt a hibát is külön elvéti uh, George Clooney, hogy kérdezi Sandra Bullock, hogy nem kéne, nem, nem kéne kanyarodnunk -e egy kicsit? És akkor mondja az, az, uh, George Clooney, hogy nemes pórolunk vele, mm. és ugye a legutolsó pillanatra hagyja, de hát ugye mi Miki, Miki tudjuk jól, hogy minél hamarabb érdemes elkezdeni az ilyen pályakorrekciókat, mert annál kevesebb energiába fog kerülni. És nem is volt értelme egyébként, hogy meghagyta végére, mert úgy a kakaót, hogy konkrétan <laughs> olyan gyorsan mentek neki, tehát Túnyugott és iszonyat tapasztalt űrhajóst alakít a George Clooney, miközben azért nagyon nagy szarvas hibákat véd. Az van hogy hogy elkezdenek a a dolgok, beleértve az embereket is saját maguktól egyre gyorsabban pörögni, anélkül, hogy amúgy ezt fizikailag bármi indokolná. Tehát nem azért, mert folyamatosan megy egy hajtómű, vagy ilyesmi, vagy mert éppen, mit tudom én, összehúzza a kitárt kezét, és akkor az impulzus momentum megmaradása miatt egyre gyorsabban kezd el forogni, mint a jégtáncos nő, amikor behúzza. Szóval nem, 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 nem. Tehát történnek ilyen dolgok, amit ha megnézitek, ezt egyszerűen nem, nem tudtam érteni. És le, lelassul, azt értem, hogy mitől igen. lassul le utána, hát, tehát ilyenkor nem ilyen, kéne, hogy lelassuljon. Igen, 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 tehát az annak azért alapvető mechanikai problémák ezzel a filmmel. Ugyanakkor szerintem az viszont látszik, hogy hogy nagy szeretettel vagy, vagy űrfanatizmussal álltak a, ahhoz, hogy megtervezzék magukat a cuccokat. Tehát az ISS, vagy, a, vagy akár az ISS belseje, vagy a külseje, az például tökéletűen néz ki ebben a filmben. Olyannyira, hogy egyébként a Samantha Cristoforetti nevű olasz űrhajós nő, aki egyébként a hajviseletében, meg testalkatában is hasonlít a, a filmbeli verziójához a Sandra Bullocknak, az csinált is olyan képeket az ISS-en, amivel ezt a, a, a filmre utal vissza. Tehát ugyanolyan pózokba vágta be magát ugyanazon hátterek előtt, az igazi ISS-en, mint amikor azokon az ikonikus képeken, amikor a Sandra Bullock átöltözik, vagy leveszi az űrruháját, és bebújik a másik űrruhába, és ilyesmik. Ami egyébként szintén fura, mert bocsánat, hogy a, az még egy, hogy a Sandra Bullock kibújik az űrruhából, és rögtön ott van ilyen kis atléta trikóban, meg minden, szóval azért nem, nem ilyen egy űrruha, tehát egy űrruhának az nagyon sok alsó rétege is van, például be vannak bugyorálva egy olyan ilyen overallba, amiben vannak ilyen csövek, amik keringetik a hűtő-fűtő folyadékot, meg minden izét, tehát ott azért egy csomó minden van, amit a filmben így megspóroltak. Tehát akkor nem tehát... bugyiba vannak benne az űr, Így van, igen, ah, igen, igen. Fenébe. De a Samantha Cristoforetti megcsinálta az ezzel analóg, ezzel analóg felvételeket az igazi ISSN, szóval igazából innentől már senkinek se lehetett szava se. Amúgy azt vágjátok, hogy azóta tényleg forgattak egy filmet az issn en Igen. Az oroszok. Igen. A Vizov című filmet, amit én mindig nem tudtam megnézni, mert csak rettenetes kézikameres verzióban tudtam volna kivenni a Wikipédiából. Ugye? Már talán azt is elmondtam, hogy spanyol hanggal elmondása. De az előtt de, de konkrétan az ISSZ-en forgattak, tehát annál eredetibb nem lesz, de azt leszámítva azért szerintem tök menőn megjelenítették az iss t a filmben, a belsejét is. És ugye már a látványt beosztad, Miki, igen, azt olvastam, hogy nem hosszú film, amúgy ez nekem kifejezetten tetszett, hogy másfél órás, 90-91 perces is. Filmnek a 80, a 90 percéből 80 percben uh, van uh, vizuális effekt, és hát uh, elég elégi magas uh -huh. a, az aránya, úgymond egy adott képen. Uh, láttam a, a, az ilyen színfalak mögött készült videókat a, a, a forgatásról, illetve az utómunkálatról. Hát egyedül az arcuk és ugye azok is ugye eléggé jó, mert uh, fel vannak ugye öltözve az arcukon, és van az a kis uh, fehér, fehér, színű, ha jól tudom, jól emlékszek. Vizilabdás sapka. Igen, igen, igen. Na szóval, a, amit azon felül látunk arca, a színészeknek az nyilván megvolt, és akkor igazából különböző ilyen robotkarokkal forgatták, pörgették őket, a stúdióban, és úgy világították meg az arcukat annak megfelelően, hogy most éppen nem tudom, egy robbanás van mellettük, vagy sem. De azon kívül minden, 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 az kompjúter generált, úgyhogy hát volt vele. Volt legom... És víz alatti felvétel, az nem volt vagy egyébként. A legvégére gondolsz, na azt mond nem tudom, azt, azt nem tudom, látod, hogy az, az, az tényleg simán csak víz alatt, vagy azt is. De, hm. de én arra okay. vagyok kíváncsi, hogy amikor az, amikor az űrbe játszódnak jelenetek, ott, ott hm. mindegyik ilyen robotkaros mozgató igen, ott őt lógatták őt. őket, vagy hmm. kábelről, vagy fogt őket valami nagy ipari kar, és akkor tekergette jobbra-balra, igen, igen. Ezzel igen, amúgy igen. szerintem nem volt probléma. Nem tudom, hogy mi készültére valamit, de szerintem ezt jó Nem, tök jó osztán. volt tényleg. És ahhoz képest én is láttam, hogy ilyen teljesen green box üzei volt az egész. Zöld, zöld falak előtt bohóckodtak össze-vissza. Tehát tök, tök, tisztelet és becsület a színészeknek tényleg. Mert hát, ők ugye semmit nem látnak az egészből. Jó. Tehát tök jó, tök frusztráló lehet ilyet játszani, amikor így nem tudni. De Hát színész, Hát jó, ez a dolguk. Is. Persze, végül is megérik a pénzüket. Szóval, ja, és egyébként a kínai űrállomásra, ha már itt izé méltatjuk, hogy hogy vannak megtervezve az űrhajók űrállomások belülről, a Soyuz, Soyuz meg, a, meg, az ISS az eléggé realisztikus, a szajúznál nem egy kicsit fura, hogy itt hogyan katapultál, vagy hogy, hogy megy ki belőle tulajdonképpen ezzel a poroltóval a Sandra Bullock, az még egy érdekesebb oh, story. De, de, viszont a, a kínai űrállomás, az akkor még ugye ez a modul űrállomás, az mostani kínai űrállomás néz ki kb. így, mint ami a filmben van, ezt, 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 ezt ne felejtsük el, hogy ez nem volt akkor még. Jó? Tehát, hogy ez nem létezett igazából mert euh, akkor még csak tervek szintjé létezett. Tehát mindent, hogy annak a belseje hogy néz ki, meg ilyen növénykert, meg ilyen dolgok vannak benne, ezt teljes egészében a film, filmkészítők találták ki viszont, és amúgy hát nem is úgy néz ki a kínai űrállomás belseje. Az meg egy kicsi fricska amúgy, hogy, hogy aztán ugye a szajúz kezelését, azt ő tudta a Sandra Bullock, mert az az amerikai űrhajós képzés része egyébként az ISS óta, hogy tudják az orosz űrhajót is vezetni. De a kínai űrhajót természetesen nem tanulják meg, viszont mivel hogy a kínai űrhajó az kívülről nézve, az, az, az eléggé úgy néz ki, mint a Sajuz, mert, mert, hát arról hát nem koppintották, de ezt se lehet mondani, mert valójában megvásároltak egy-két Sajuzt, és, 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 tulajdonképpen a licenzt bizonyos értelemben, és az alapján terveztek egy sajátot, ami majdnem olyan. Szóval vicces, hogy a szajúzós tapasztalatok alapján végül is ugye haza tudja kormányozni a kínai űrhajót is, és így jut haza végül. Sandra Bullock, vagyis Dr. Stone. Na, de ami bullshit volt itt, tehát azért ez, hogy minden egyes témára ott van egy tele telefonkönyvi, work instruction, munkautasítás, hogy mit, hogy, ez ez nekem egy kicsit furcsa volt, tehát azért. Hát ez elég realisztikus, tehát ezek a reference manuálok, ezek azért ott vannak minden űrhajónak. De már nem, nem PDF-be a számítógépen? Nem hiszem. Hát is? Is? Hát ráadásul 2013-ban nem, nem. Tehát ezek ilyen nagyon vaskos ilyen kis kötetek. A Space Shuttle-lét azt láttam. Hát ugye gondoltok bele, hogy több száz, vagy több, igen, sok száz kapcsoló van. Tehát, hmm. hogy, 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 hogy igen. Főleg az orosz technika esetén, mert kínaiat azt nem tudom amúgy, hogy ők hogy csinálják, de az oroszoknál abszolút nagy, nagy hajlam van az analóg adattárolásra mind a mai napig, ami vészhelyzetben amúgy elég jól tud jönni. Hogyha analóg adattárolás, most eszem jutott az, amikor ugye neki, neki búztolják magukat az ISS-nek, és beleakadnak valami, hát én nem tudom, hogy mibe akadnak bele, de az olyasmi, mint hogyha ilyen szalagok lennének ilyen. Mondják ott ugye, hogy az ott nekem gyanús volt, hogy a két Szojusz kabin is van, Ezt hogy nem tudom, majd Miki megmondja, hogy tényleg kettő is tud csatlakozni, és hogy mind a kettő el tudnak lépni. És akkor a másiknak már kinyílt valahogy az Ejtőernyő, és akkor az Ejtőernyőnek a kis kábelei beakadt bele a lába. Igen, nekem, pontosan. Nekem az ott nem tudom, mi történhetett. Ugye eleve az a furcsa, hogy ezen az ISS-en már nem voltak emberek, de ott volt két szajóz. Na most ugye. Tehát legelején egy, egy fél mondat van, hogy evakuálnak mindenkit, és akkor az ISS-ről is mindenkit evakuálnak. Igen, Sők csak mivel? Ugye, tehát ez a kérdés, hogy mivel? Uh -huh. Mert hogyha az ISS-ről mindenkit hazahoznak, akkor hogy maradott nem is egy, hanem még kettő, ha jó hozzákapcsolódva, uh -huh. hiszen azoknak pont azért vannak ott, hogy vész esetén a legénységet, vagy személyzetet, fontosabban, mert nem csak legényekből, hanem leányokból is áll manapság egy személy, de gyerekek. Hát vagy lehet, hogy ugye ők ott voltak, csak a szandra bulok, amikor bement, akkor folytulott az, az egészhez, bennéktek. Igen. Jaj, meg ez az égés dolog, már bocsánat, nagyon sok témát most bedobtunk, tehát hogy a, a Názánál a, a Mark Whitney óta tudjuk, hogy imádják az éghető anyagokat, nem? Tehát, hogy viszik fel őket tonna számra, hogy jól tudjon égni. Hát nézzétek, ugye nehéz kérdések ezek. Ugye egyébként tény, hogy az orosz űrállomásokon és többször is ütött már ki tűz. Hmm. Meg az is tény, ha jól emlékszem, ebben a filmben sem az amerikai modulban tehát a názánál ütött ki a tűz. Azt már nem tudom megmondani. Hogy a, szóval, szóval a miren is volt tűz, el kellett toltani, Szerencsére nem terjed messzire, mert a tűznek az a fontos feature -e, amitől a Földön ilyen szép lángok vannak, ugye az az, hogy a meleg levegő fölfele száll, és akkor a feláramlás, az viszi a dolgot föl, gömbtűz és van inkább. és ott meg gömbtűz van, az meg nem terjed olyan gyorsan kifelé. Amit én nem nagyon értettem, amikor elment a szandrabulok ott a szikrázó cucc mellett, akkor a szikra egy kifele. Ez mm. Nekem ez is fura volt, hogy miért indult el. Tehát a szikra, tehát alapvetően, hogyha elektromos tűz, akkor konkrétan az egy kisülés, de az nem mm -hmm. indul el, tehát ez a kettő vezeték között van. Az akkor is ott van, hogyha súlytalanság van, meg hogyha nincs. Az így van. Igen, ez is furcsa volt. Tehát valószínűleg ott már meggyulladt valami, akkor, ami talán egy szössz, ami elindult erre. Igen, igen, <laughs> igen, hát az lehet, hát arról ez lehet. Ezt nem, ezt nem is vettem észre amúgy. És igen, most, hogy mondott, tényleg volt ez, de... Na de, de visszatérve, bocsánat, hogy amikor beleakad ugye a Szandrának a lába, abba az ejtőernyő <laughs> kötegbe, igen. Dologba, le kell, hogy vágja George Clooney magát. De, de milyen, milyen erő... Ez az, ugye? Na ez Tehát, Mi az van, az erő, ez nagy ami, ami el ami a George clooney -t. Igen, pontosan. Ez teljesen értelmes. Egy, egy folyóban lennének, és az áramlat igen, folyamatosan. Igen. És ezt a... vagy, vagy esne lefele a földre. Te köszi, köszi, hogy Géza ezt te hoztad be, mert ez az egyik ilyen csúcsa az egésznek így fizikailag, amit mondtam, hogy mechanikailag történnek dolgok, egyre gyorsabban pörögnek az emberek, amikor nem kéne nekik. Hát ez a csúcs, hogy ő mitől sodródik ott el teljesen értelmezhetetlen. Tényleg, hát nem kéne neki. Van baj. Pont, hogy megálltak, tehát oké, megálltak. persze. És kéne. olyan szinten húzza a lábát, hogy hát le nem, kell, hogy Nem hat rá kell, erő. Akkor, izé, így még Igen, meg... És nincs semmi, ami megváltoztatná a mozgás állapotát George Clooneynak. nak de hát így, kivéve a drámafaktort. A drámafaktorból eredő Szívó de? Meg még úgy is, hogy olyan utána megyek, és még beszélgetnek egy ideig, aztán utána... Aztán még oda is halúzza egyszer, amikor már rég meghalt. Hát igen, nehéz. Igen, igen, igen. Annál jelentném, mondtam, hogy na ez az, amit szertendőszen a szét fogunk szedni, hát ilyen a világban nincsen, ekkora baromságod, de de ezt, ezzel még a rendezőkért a film is tisztában volt, és igen, igen, igen. Apropó így, halál, ö... nagyon szép hullák vannak itt is, mint ahogy persze, ezt már nagyon persze. sokszor persze. megbeszéltük, mindenki gyönyörű, szépen le van fagyva. Én megfogadtam, és még... hogy ezt most nem is fogom szóba hozni, mert már annyira unom, igen. hogy minden űrsétán meghaló embernél el kell mondanunk, hogy ez nem így néz neki. Igen. Ez, ezért most szerintem ezt már hallgatták jó, ez a parallaxis adjuk, hallgatók nem. is. Igen, hagyjuk. aki már hallott életében három igen. parallaxist, az jó eséllyel hallottam igen. már legalább igen. egyszer ezt a <laughs> Annyira gyakran előjön. Igen. Hát sajnos így van, kész. Úgy látszik, Hollywoodot meg kell tanítani az űrbeli halálnak. A, a hát ez ugye... szerintem, az, akkor nem, nem férne bele ebbe a korhatárba. Korhatár lehet, igen, lehet. De hogyha valaki ismer olyan filmet, ahol pontosan szakszerűen tudományosan, halnak meg az szakszerűen, ö, <laughs> hát Szakszerűen húgynak el így az űrben emberek, akkor azt az, az küldje el nekünk, vagy kommentben írja meg mindenféleképpen, és akkor ezt, azt majd lecsekkoljuk. Témánk még van egy pár, de sajnos a műsoridunk végére értünk úgyhogy el kell, hogy búcsúzzunk, ám fontos dolog, hogy a patron támogatóink tovább hallgathatják a műsort, úgyhogy ezért is ajánlom mindenkinek, aki szeretné a hosszabb változatot, illetve premier előtt szeretné hallgatni a Parallaxis podcastet, az iratkozzon fel Iratkozzon fel, fizessen elő a patreon.com per parallaxis oldalon keresztül. Következő alkalommal Christopher Nolan Oppenheimer című filméről fogunk beszélni. A film J. Robert Oppenheimer életét és munkásságát mutatja be, aki a Manhattan terv vezetője volt, október 26-án érkező Parallaxis podcastünkben, tehát erről lesz szó. Ezen felül, uh, október végén, egészen pontosan október 30-án egy élőadásra is fogunk uh, készülni. A legtudománytalanabb filmes bakikat szedjük össze, és hát kiméletlenül ki fogjuk őket elemezni, ezt Youtube-on fogjátok majd látni az élő streamet szintén. Pécsi Géza, Mince Miklós és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ne felejtjétek, mi a következő Tudományos Fantasztikus podcast is itt leszünk. Reméljük, hogy ti is velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, t lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.